Én nem tartom a legoptimálisabbnak azt, hogy minnyára e, jelölt személye meghatározásakor kijelenti a párt azt is, vagy a pártelnöke, hogy nyilvánvalóan nem lesz magyar e, elnöke államfője az országnak. Szerintem egy versenyben mindig úgy kell részt venni, hogy az ember te, teljes melbedobással, tiszta erőből e, arra törekszik, hogy megnyerje azt a versenyt. Miért ne lehetne például Forró Krisztián szimpatikus a szlovák választók előtt is? Üdvözlöm kedves nézőinket! Önök a Mahét Média Család Címapsztori című műsorát látják. Utolsó alkalommal 2023-ban Kocúr Lászlóval, Hajtman Gáborral, Kis Somanyi Szilárddal. Köszönöm a meghívást! Üdvözöllek benneteket is! Hát fiúk, kezdjük is bele! És hát itt vagyunk december végén, néhány nap múlva Szent este. És szeptember óta is eltelt már több mint két hónap, sőt lassan már három hónap, a Fico kormány is már néhány hete hatalmam van. Laci, téged kérdeznék elsőként, hogy hogyan látod, mennyit változott Szlovákia Fico Pelegrini és Danko vezetése alatt ez alatt a rövid néhány hét, nyolc hét alatt? Hát érdemben sokat nem változott, de a, tehát ugye még a stratégiai kibontakozásra nem volt lehetőségük. Amit látunk, azok taktikai szintű megmozdulások tulajdonképpen azt játszák, amit Hát amit ez a foci csapat játszani tud tulajdonképpen, tehát nagy, nagy meglepetések nem értek és nem is, nem is számítok ilyenekre. Tehát egyelőre a pozíciók elfoglalására törekszenek. Vannak olyan területek, ahol, ahol zöggenőmentesen megy. Mondjuk a környezetvédelem az, ahol a tarabatisztogatásai már ilyen kirívónak tűnnek, vagy néha szükségesnél mélyebbek, de tehát nem, nem csak az ilyenkor szokásos kádárcsere zajlik le, ami tehát még, még a fiatal három évtizedes szlovák demokráciának meg kell ahhoz érni, hogy ne osztályvezetői szintig cserélődjön le mindenki az állami struktúrákban, mert ez oda fog vezetni, hogy már egy egyszerű nyomtatván sem fognak tudni kiállítani, hogyha feltöltik pártkederekkel, nem pedig szakmai alapon. De hát ez minden kormányváltáskor megígérik, hogy ez nem így fog történni, egyelőre még így van. Ennek az egyes részeit látjuk most, hol, hol halkap, hol hangosabb ellenzéki kommentár mellett. Ugye leginkább ez a belügyben volt hangos, illetve ahogy említettem a környezetvédelemnél ott volt, ott volt kirívóbb, talán mert ezek jobban reflektorfényben vannak ezek a területek, de ugyanez a többi, többi poszton is megtörtént. Gábor, te hogy látod egyébként, ha már itt szó volt az ellenzéki megnyilvánulásokról, voltak itt tüntetések, a szakemberek azt mondják, hogy 5 hét ezer ember lehetett mondjuk Pozsonyba. Te hogy látod, meddig fog tartani ez a tüntetés roha, amivel megpróbálja a figyelmet magára fordítani a PS, a KDH és esetleg még az SZSZ, tehát hogy ezt föl tudják tartani az ünnepek után is? Az ellenzék keresi önmagát, és ugye a parlamentben is zajlanak az események, ugye a kormány meg szeretné szünetni a speciális ügyészséget, és hát ugye az ellenzék azzal érvel, hogy, hogy ez miatt ugye csorbulna a jogállamiság Szlovákiában, illetve hogy ez alkotmány ellenes, és erre próbálják ugye felhívni a figyelmet a tüntetéseken, ugye a híveiket, választóikat mozgósítsák, illetve, illetve próbálják ugye azt elmondani, hogy Robert Fico ból már elegük van, és hogyha, hogyha, ez tovább fog folytatódni, akkor, akkor megszűnik a jogállamiság Szlovákiában a Progresszi Szlovákia, a KDH és az SAS ezekben a kérdésekben ugye egyetértenek, és hát van egyfajta látszólagos együttműködés. Meglátjuk egyébként, hogy ha majd ezek a témák lecsengenek, akkor még milyen más témában tudnak közösen együtt fellépni. Mondjuk azért az ellenzék annyira nem egységes, hiszen azért a, ebből a sorból hiányzik a az olano vagy hát már a szlovenszko mozgalom, Igor Matovics, mint magányos harcos, magá, magára maradt ebben az ügyben. Ugye az ellenzéki pártok vezetői nem kívánják azt, hogy Matovics is fellépjen ezeken a tüntetéseken, és en... mindenki más sem kívánja hogy éppen Matovics, Matovics lépje valami be. Pontosan azért, mert vulgáris a, a retorikája, és hát Matovics, mint magányos harcos, a parlament előtt saját tüntetéseket szervez, nagyon kevés csekély tömeggel. Kam Kamara részvétel. Lát. Igen, úgy, ahogy. Hát meglátjuk egyébként. Viszont az a, az, az, érdekes, hogy, hogy az ellenzéknek nincs egy igazi vezéregyénisége, tehát Mikhail Simecska még tapasztalatlan, a KDH elnöke Milan Majerszki, meg az egész KDH politikája is jelentelen, így lehet ezt jellemezni. Az sas pedig ugye Richard Zulik már lemondotta a pártelnöki funkciójáról, mert ilyen tiszteltbeli elnök lesz, úgyhogy ő is inkább hátrébb vonul. Legalábbis papíron akar, már voltak ilyen kezdeményezések a SZSZ-ről, de hogyha SZSZ-ről van szó, akkor beszéljük, szilárd te hogy látod, hogy Szuliknak lesz utódja, vagy mi lesz az SZSZ-szel? Hát Richard Szuliknak saját maga lesz az utódja. Én úgy gondolom, hogy ez a, én ezt nem konzultáltam semmilyen SSS politikussal vagy, vagy ben de ahogy Szulikot ismerem, ő inkább tehermentesíteni akarja magát a napi politikának a feladataiból, ide-oda futkározásokból, sajtótájékoztatókból és szervezésekből. Ő inkább, tehát a, a taktikai dolgokból inkább át akar lépni a stratégiai tervezésbe, amit egyrészt a párton belüli befolyása, tehát az töretlenül azt lehet mondani, hogy alapját képezi a párt egységének, illetve a ellenzéken belül is, ugye, amit elhangzott, az elfogadottsága, a közvélemény is, tehát nem egy marginális jelenségnek tartja. Én úgy gondolom, hogy szulik továbbra is, csak most már nagyobb léptékbe fogja az SZSZ, illetve az ellenzéknek az összekovácsolását valamilyen módon menedzselni. Ha már szulik, és azt mondod, hogy töretlen a népszerűsége párton belül, ez minek köszönhető, hogy Hát, ahogy látjuk, hogy azokat a kormányokat mind megbuktatta, amelyben ő is benne volt, mégis minek köszönhető egyébként a népszerűsége is, hiszen annak ellenére, hogy vannak ezek a problémák és állandó támadások érik, mindig bejut a párt. De hogy látod ezt? Ugye kialakult egy stabil szavazó bázis a választói környezete ennek a párnak, ami. Szlovákia lakosságából kiindulva épp azt a 5-6-7 százalékot tudja biztosítani. Richard Szuliknak az, hogy vezető személyisége a pártnak illetve egy közösségnek minden adottsága megvan, talán a, a türelem és a, az emberközpontúságot leszámítva, tehát van egy nagyon jó karizmatikus kisugárzása, rendkívül jó a felkészültsége, és azt lehet mondani, hogy a, a gazdasági pedigréje, akár a makroekonomiát, illetve, hisz ugye korábban a pénzügyminiszter tanácsadója volt, illetve a mikroekonomiát, egy nagyon sikeres vállalkozásnak volt az alapítója, illetve vezetője. Mondjuk úgy, hogy a technokrata gazdaságilag, anyagilag jól szituált középosztálynak a megtestesítője, és ez a réteg stabilan ki is áll mellette. Illetve szakmailag felkészült, tehát hogy ő, hogyha valakivel megegyezik, akkor tartja a szavát. Meg hát, hogy ugye már mindenkit eltávolított a pártvezetésből, aki esetleg konkurenciát jelentetett számára. Na de bocsánat, úgy, hogy... Ivan Korcsaknak felajánlotta a párt, ki funkciót pedig... Hát ő kihetem, hát. megnézzük, ugye József Mihályt korábban Lubomir Galkot, vagy még sorolhatnánk, akik... Hát mondjuk Szilárd jobban a, tudja, hiszen ugye a pár te Ez mutatja a azt, közök. hogy mennyire fontos a, a, személyiség megléte egy párton belül. Tehát tudja, hogy itt most mondtátok, kapásból föl tudtok sorolni, ti is pár, pár jelentős nevelte, akik elhagyták a pártot, és mégis a pártelnök, illetve a párt népszerűsége töretlen. Egy konkrét példát mondjuk, ugye Lucia Nikolszonová, aki alelnöke volt az SZSZ-nek, 90 vagy 95 ezer karikát kapott a 2020-as választásokon. Most, amikor már kilépett a párból és a demokratikhoz csapódott hegerékhez, hogy jól tudom, 5 ezer karikát kapott. Tehát évvel. Tehát látszik, hogy a tényleg, amit mondtál, hogy a SZSZ-nek van egy stabil szavazóbázisa, ami a bázisokat illeti, hát itt a választás után sokszor esett arról, hogy a, a Fico és a Pelegrini vezette pártoknak is volt egy jelentős magyar támogat beállítottsága. Az itt hogy, hogy látod, hogy az eddigi tevékenységei a, a, pártoknak mennyire szól ennek a közegnek? Magyarul lefordítva segítette valamit a Dél-Szlovákiának a jelenlegi kormányzat, vagy várható-e azokból a tervekből, amelyekről már tudunk, hogy jobban fogunk élni Dél-Szlovákiában? Hát a kérdéseddel válaszol leginkább csak várható, tehát eddig még semmi kézzelfoghatót nem vettünk ebből észre. Nyilván a Zsolna környékén élők se, tehát nem mondom, hogy ők most már ebben, ebből direktben profitáltak, de tehát az üzenetek, megfogalmazott üzenetek sem olyanok, amikből azt gondolhatja egy, nem tudom, udvardon vagy királyhelmecen élő magyar, hogy itt az elkövetkező négy évben az ő régiója számára eljön a Kánaán. Tehát ahogy, ahogy, azt a Matovics kormány esetében is láthattuk, a magyar szavazatok, tehát a magyarok csak addig jók, amíg szavazat formájában léteznek, amikor aztán valamit villantani kell, akkor, akkor ott már kisebb a hajlandóság. Gábor? Te mit vársz a fiszőjéktől? Hát én ezt már több műsoron is elmondtam, nem várok tőlük semmit e tekintetben, hiszen ismerjük Robert Ficot, ismerjük ezt a politikai közeget, semmi jót a múltban nem tett a felvidéki magyarokért Robert Fiszo, sőt, annál inkább kártékony volt a politikájuk, kettős állampolgárság, Malina Hedvig megverése, illetve a Dunaszerdahelyi szurkolók való támadás, és hát lehet, hogy néhány felvidéki magyar úgy gondolta, hogy Robert Fiszo-nak szavaz bizalmat, de biztos nem azért, hogy hogy a felvidéki magyar ügyek előre kerüljenek hát meglátjuk hogy mennyire fognak beteljesülni ugye a a várakozások, hiszen azért Ficoék ígérték azt, hogy vagy Dél-Szlovákiára is fognak figyelni az autópályát, hogy a lévő autópályát felépítik, de hát ez még mindig nem valósult meg. Nem tudjuk azt, hogy ki lesz, lesz Bukószki László utódja, még mindig nem ismerjük a, kormány, a kisebbségi kormány biztos nevét. Nagyon fájó, hogy elmondani azt, hogy a szövetség nincs bent a parlamentben, mert hogyha parlamenti erő lenne, akkor, akkor ezekre a témákra fel tudná hívni a, figyelmet, a, figyelmet, a figyelmét a kormánynak. De hát ezt még meg lehet tenni, ugye parlamenten kívül is. Ö, várni kell egyfajta reakciót ö, a szövetségtől, hogy igen, és azért mi is felvidéki magyarok, és hozzátartozunk az országhoz. És ha a szövetségről volt szó, akkor Szilárd, tőled kérdezném elsőként, hogy ö, hogy látod, ö, milyen kondícióban van, van a magyar párt, a Magyar Szövetség, mivel másfél héttel ezelőtt megváltoztatta a nevét, újra választotta az elnökét, új elnökség van, új alelnökök vannak. Mit gondolsz, ez a decemberi tisztújítás, ez mennyire segít a szövetségnek, vagy a magyar pártnak nevezük már így? 2023-ban a Magyar Szövetség szempontjából én, hogy Orbán Viktor felosztását idézem, tehát ugye vannak a taktikai, stratégiai, illetve a történelmi kérdések vagy döntések. Én a stratégiainál maradnék, tehát stratégiai szempontból 2023-ban a szövetség, vagy immár Magyar Szövetség leglényegesebb mozzanata az volt, hogy Gyimesi György belépett a pártba. Ezt miért gondolod teljesen ilyen egyértelműnek, hogy a Gyimesi, bekerülése, és hát végül is vele se jutottak be a parlamentbe. Miért gondolod ezt ennyire? Azért, azért mert ahogy már korábban pár perccel előtte mondtuk, ugye mindig egy pártot valamiféle személyiség, valamiféle karizmatikus egyén testesít meg a választók felé, nem pedig valamilyen bizottság vagy elnökség. Jelenleg a szlovákiai magyarságnak két ilyen karizmatikus egyénisége volt, Durai Miklós, illetve Bugár Béla. Mondom ezt Bugár Béla esetében, is ugye annak ellenére, hogy föntartásokkal kezeljük a, a munkásságának a második felét. A harmadik ilyen személyként gondolom, hogy be tudja ezt a szerepet tölteni Gyimesi György, ami nem magába, tehát nem megoldás, vagy pedig gyógyír minden politikai problémára, de az az elszántság, amit én ugye 2020 óta figyelem a munkásságát, tehát az az elszántság, és nem csak verbálisan, Megjelenő elképzelések, hanem a gyakorlatba is lefordított munka, illetve amit ő használ az önreflexiónak a eddigi hiánya a párton belül. Én úgy gondolom, hogy ez egy jelentős változás lesz. Azt azonban el kell mondani már most, hogy még a leg, leghatározottabb és a legeredményesebb munka se jelentheti azt, sajnos, hogy a szlovákiai összmagyarság erre a pártra fog szavazni. Tehát ugye a jelenlegi választások azt mutatták, hogy a felét kapták meg körülbelül a szlovákiai magyar szavazótoknak a szövetség jelöltjei. Én úgy gondolom, hogy egy stabil 3-4 százalékos támogatottság ennek a pártnak lesz, lehet, hogy 4 plusz lesz, tehát hogy 4 fölül lesz ez a stabil támogatottság. Még egyszer kockáztatni az egyedülindulása nyilván nem lehet, valamiféle választási koalícióba kell majd gondolkodni, de bárki is lesz a választási koalíciós partner, ez a párt számára egy stabil szavazóbázist fog jelenteni. Bocsát, enged meg, hogy némi gondolatot. Gyimesi György valóban egy karizmatikus politikus, de azért többet vártak tőle. Tehát, hogyha megnézzük a választási eredményeket, nem előzte meg Forró Krisztián. Forró Krisztián volt az, aki, aki, a legtöbb szavazatot gyűjtött be felvédik magyaroktól, és Gyimesi György csak a második lett. Illetve Gyimesi György azért egy elég megosztó személyiség, hiszen sokan miatta távoztak a pártból. Úgyhogy mit gondolsz, a Gyimesi György hogyan tudja egészben képviselni majd a felvidéki magyar Még Mielőtt Gábor átveszi a műsorvezetői szerepét, azért hozzáfűzném azt is, hogy ezzel a kijelentéssel azért valószínűleg Csáki Pálnak és Berényi Józsefnek nem okozta örömmet, hogy, hogy ennyire föléjük helyezett Gyimesi Györgyöt. Van már ennyi mögötte, hogy ezt így kijelenthessük? Ugye karizmát ezt az ember nem megszerzi, megtanulja, vagy pedig kölcsönveszi valakit, hanem rendelkezik vele. Akit előbb említettél, a korábbi elnököt, tehát akár akárberényi akár Berényi, nagyon pozitív tulajdonságukkal rendelkeztek másféle aspektusból tehát ezt nem kell, nem kell tagadni, és úgy gondolom, hogy ezzel az említettek is tisztában vannak. Gábor megjegyzése az egy, az egy lényeges aránytévesztés, vagy igen, aránytévesztést tükröz, ugyanis semmiféle verseny forró Krisztián és Gyimesi György között nem volt meghirdetve, már csak azért sem, mert mind a kettő más súlycsoportban volt. Forró Krisztián ugye listavezetőként, ami még csak inkább administratív jelenség, de egy egész pártnak a, a technikai, a financiális, illetve a personális támogatás élvezve jelent meg a, ezeken a választásokon, míg Gyimesi György teljesen a saját készleteire, a saját lehetőségre és saját ötletességére meg hát ugye nem utolsó sorban a saját pénzügyi forrásaira kellett, hogy támaszkodjon. Tehát Gyimesi Györgyöt inkább más független jelöltek szereplésével hasonlítanám össze, ugye a legsikeresebbek 50-60 ezer karikát értek el, az összlovák választói piacot figyelembe véve, Még Gyimesi György ennek az egy tizedén, vagy még egy tizedén se, tehát a félmilliós magyarság körébe szerzett több mint 30 ezer. Tehát én úgy gondolom, hogy nem hogy magyar vonalon, hanem összlovákai vonalon a legjobb teljesítmény nyújtotta a független ezen túllépve, Laci, mit gondolsz, hogy mi lesz most a legfontosabb feladata a szövetség, vagy a Magyar Szövetség vezetésének? Tudjuk itt, hogy ha csak a, a két alelnöket és az elnököt nézzük, akkor különböző személyiségek, különböző karakterek, hogy utaljak szilárd szavaira, de ha a párt egész tagságát, vagy csak a vezetőségét nézzük a ott is nagyon különbözők a gondolatok, és míg a magyar pártok mindig egyfajta néppárti jelleget kaptak, tehát azért itt a politika ideológia színes tereképviselte magát akár a 98-as MKP és a későbbi MKP színeiben is. Mennyire lehet ez 2023-ban vagy 2024-ben összetákolni? Tehát, hogyha visszagondolunk a 98-as pártegyesítésre, akkor parlamenti párként, majd rögtön kétszeres kormánypártként e, sikerült aztán tovább e, működnie a Magyar Koalíció pártjának. Tehát e, innen az ötszörös parlamenten kívül lét távolatából az egy ilyen ideális, vagy utólag idealizált, utólag színezett állapotnak tűnik de ugye a, azok a feszültségek az egyes ideológiai platformok között ott is akkor is megvoltak, ezt gyakorló újságíróként tudjuk, hogyha egy elnökség után ugyanazon az elnökségen ült két ember, fölhívta az egyiket, fölhívta a másikat, hogy valami az állásfoglalás kérje tőle, ugyanazon az elnökségen ültek, ugyanaz hangzott el az egyik, ezt mondta a másik azt, de uh, sikerült egy párt élén álló integráló személyiségnek, személyiségeknek ezt, ezt uh, sikerült sikerült valahogy közös nevezőre hozni úgy, hogy ez még mederben tartható legyen. Szövetség sajtótájékoztató olyan azt hangzott el Paton, hogy a soraik rendezésével voltak elfoglalva. Ez véleményem szerint megtörtént. Most már a következő választásokra kell hangolódni. Ugye most uh, Nimesi György kapott, kapott egy ilyen plusz megbízatást, hogy a pártagság szintjén elköteleződni nem szeret akaró szimpatizánsokból alkoson egy ilyen támogatói hálózatot a párt körül, ez olyasmi lehetne, mint a polgári körök voltak annak idején Magyarországon. Tehát, hogy ezek az emberek, akik szimpatizánsok vagy érdeklődők, minél kevesebb csatazagyal és minél több konstruktív üzenettel találkozzanak, erre most, erre most így a párt szervezettség szintjén meg lehet az esély. Gábor, jövőre két fontos választás vár ránk, legalábbis Szlovákiában. Mit gondolsz, hogy az Európa Parlament és a Köztársasági elnök választás, most szándékosan mondtam, fordított időrendi sorrendben, de azt gondolom, hogy a magyarság szempontjából az LP választás sokkal nagyobb hangsúlyt kap. De mégis mit látsz, melyik lehet egy olyan löket a pártnak, amely visszaviszi őket akár rosszabb távon a parlamentben? Hát mindek, mindkettő fontos választás. Az államfő választáson ugye a felvidéke magyarság megmutathatja azt, hogy hogy igenis ezzel a lehetőséggel lehet élni, hogy nem csak szlovák jelöltek induljanak, hanem hanem magyar nemzetiségű jelölt is legyen az indulók között. Mi lehet a siker ebben az esetben? Tehát a... arra nincs nagy esély, hogy forduló Krisztián köztársasági jelennek is válasszák. Ugye itt a, itt a sikert, sikert úgy kell értelmezni, hogy... hogy, hogy le élni kell a lehetőséggel, hogy az első körben rengeteg jelölt próbálja majd megszólítani a választókat, és hát ugye lesznek viták, és ilyenkor van lehetőség arra, hogy a magyar témák terítékre kerüljenek. Tehát igenis a forró Krisztián elmondhatja azt, hogy mi a probléma mája a felvidéki magyaroknak, miért nincsenek támogatva a az ország déli régiói, miért, miért, kell támogatni a magyar iskolarendszert, és, és egyéb hasonló problémákat, amiket más jelölt nem fog megemlíteni, és végre azért a köztudatba ugye bekerülnek ezek a témák, és hát a szlovákok is felfigyelnek ezekre, hogy hát tényleg akkor vannak itt ilyen problémák, és hogy mit fogunk ezzel kezdeni. Tehát a, a, jó, a nagy médiafigyelem el kell járni a, a különböző vitaműsorokba, és ezeket mind el Kell mondani, és hát milyen eredmény lehet? Hát már egy 4% fölötti eredmény szerintem ezzel elégedett lehet a párt. Ami az európai parlamenti választásokat illeti, az már kulcsfontosságú téma, hiszen a legutóbbi EP választáson néhány száz szavazaton múlott az, hogy legyen magyar képviselőjelölt az Európa Parlamentben, itt most ugye koncentrálni kell erre a választásra, és hát a Magyar Szövetségnek az, az lesz siker, hogyha sikerül képviselőt küldeni Brüsszelbe. Szilárd, hogy látod, hogy az elnök elnökválasztáson Forró Krisztián indulása mennyire segíthet majd az EP választáson egy jobb eredményt elérni, vagy inkább ez Forró Krisztiánról szól? és tényleg azra kell a hangsúlyt helyeznünk, hogy a 4-5-6 százalékot elérjék, vagy ez tényleg csak az EP választások előkampánya? Hát én nem tartom a legoptimálisabbnak azt, hogy minnyára jelölt személye meghatározásakor kijelenti a párt azt is, vagy a párt elnöke, hogy nyilvánvalóan nem lesz magyar elnöke államfője az országnak. Szerintem egy versenyben mindig úgy kell részt venni, hogy az ember teljes melbedobása, tiszta erőből arra törekszik, hogy megnyerje azt a versenyt. Miért ne lehetne például forró Krisztián szimpatikus a szlovák választók előtt is, de ha eleve úgy állunk hozzá, hogy ők nem érdekesek, nem célcsoport a számunkra, akkor akkor valószínűleg ezeken a százalékokon fog maradni a jelölt eredményessége. Egy kicsit talán kétélő a fegyver, mert talán egy relatíve gyengébb szereplés elveheti a választóknak a mondjuk úgy a kevésbé lojális részétől a kedvet arra, hogy az Európa-parlamenti választásokon ismét a Magyar Szövetségre szavazzanak. De hány százalékot Be... tartaná a sikernek? Az köztársasági választáson? Hát ilyen. 10-14 százalék között ami a szlovákságot is ugye magába foglal. Szerintem ez egy reális kitűzés. Reális? Hogyha megnézzük, hogy egyes, tehát politikusok, vagy konkrétan már említett Gyimesi György a választásokon, mennyire meg tudta vetni a lábát nem csak dél-szlovákiai választók előtt is, tehát hogy olyan, olyan régiókban is szerzett szavazatokat, preferencia szavazatokat, ahol nincsenek magyar választók. Szerintem inkább ez a rapodásnak az útja. A realitásból, hogyha kiindul az ember, ugye mindig elmondják az Európa Parlamenti Választással is kapcsolatosan, hogy alacsony a részvétel, és hogy erre lehet építeni, tehát hogy egy szervezettebb részvétellel akár két jelölt is bekerülhet. Én attól tartok, hogy a mostani, mostani választások, a 2023-as parlamenti választások azért egy kicsit felemelte mutatójat, vagy legalábbis egy kis felkiáltó jelet jelentenek abba, hogy csak erre hagyatkozni nem lehet, hisz nagy valószínűség de az a kevesebb magyar is, aki elmegy választani, nem okvetlenül és csak száz százalékban Magyar Szövetségre fog szavazni. Laci, te hogy látod az esélyeket a két választás kapcsán, és milyen eredménnyel lennél elégedett? Ami a köztársasági elnökválasztást illeti, ott ugye Amerikával, ha ugye Barack Obama-nak sikerült a többségi lakossághoz képest másként behúzni a fehér házat, tehát mindenképpen edukálni kell a többségi választót is arról, hogy itt itt mások is laknak más problémákkal, tehát uh, ilyen szempontból, bár ez egy, ez egy bizonyosan drága edukáció lesz, tehát ezt is, ezt is számba kell venni, de tehát semmiképpen nem fölösleges. Ami pedig az európai parlamenti választást illeti, ott, ott már tehát volt rá példa, hogy két parlamenti képviselőnk volt, nem is egyszer, tehát uh, legalább azt az egyet, azt, azt be kéne húzni. És ez mind múlhat, szerinted? Tehát, hogy uh, van itt egy uh szövetség, amely nevet változtatott nagyságrendileg 4 és 5% között vannak a preferenciái. Hogyan sikerülhet ezt az ötöt megugorni? Ez valóban a részvételtől függ csak, vagy a kampánytól? Tehát elsősorban a jelölt személyétől természetesen. A, tehát ugye azoknak az időknek, amikor a macskára rátettük, hogy annak már vége. Tehát a jelölt személyétől, a, a, a programtól, a kampánytól és természetesen a többiek részvételétől egyaránt függ. És Ne felejtsük el, hogy az európai parlamenti választásokon a részvétel alacsonyabb szokott lenni, mint a parlamenti választáson. Ez egy jó kiinduló pont. Jó ez... kiinduló pont, de hogy itt... De a csak erre te... alapozni nem lehet, hogy... Erre már nem lehet. Jó, az de végétel. ez csak egy ilyen tény. Ha, ha már a választásokról volt szó, akkor evezünk egy kicsit nemzetközi vizekre, így a műsor végén. Uh, jövőre... Több nagyon fontos választásra is sor kerül. Nem csak Szlovákiában fogunk elnököt választani, hanem Oroszországban is, az Egyesült Államokban is. Gábor, te hogy látod, hogy mennyire múlik az elnök személyén? Hát gondoljuk azt, hogy Oroszországban túl sok minden nem fog változni, tehát ez, ahhoz valószínűleg nem az elnök kell. Nem, lesz nem így fogják lecserélni Putyint. De hát Amerikában erre jelentős esély van mennyire gondolod, hogy a választások befolyásolhatják a világ folyását és a háborúnak a időszakát. Az egyesült államokban a választások mindig mindig ilyen szorosak, és hát most is érdekes választásnak nézünk elővé, Ugye megnézzük Biden támogatottságát, hát a saját körében sem éri el az 50%-ot, és hát nem tudjuk a republikánus oldalon, hogy ki fog indulni, ugye Trump ellen vizsgálatok folynak, és hát még nem döntött a párt, hogy kit, fog in kit indít jelöltnek, úgyhogy ez, ez egy nagyon izgalmas választás lesz. És hát nyilván ugye bárki is lesz az elnök, az biztos, hogy be fogja folyásolni a világ folyamatait, ugye gondoljunk csak az orosz-ukrán háborúra, illetve a gazdasági kérdésekre. Szilárd, te mit gondolsz, hogy a jövő év végén sorra kerülő választások előtt véget érhet az ukrán-orosz háború, vagy ez a választás fogja majd befolyásolni azt, hogy ez az értelmetlen konfliktus mikor fejeződik be? Én bárcsak biztos lennék abba, hogy így van, ahogy az elején mondtad a kérdésednek, hogy 2024 év végéig vagy őszéig befejeződik a orosz-ukrán háború. Nem tudom mire alapozni ezt a kijelentésemet, mert csak arra, hogy hiszek benne, hogy megjön néhány embernek az esze, és hogy, hogy másfajta módon fogják, hogyha van valamilyen problémájuk egymással azt elintézni. Laci, azon túl, hogy itt beszélünk a választásokról, már most is látjuk, hogy az Európai Unión belül is vannak viták arról, hogy Ukrajna csatlakozása mennyire egyáltalán tervszerű és mennyire elképzelhető az elkövetkező 10-15 éven belül. Te hogy látod egyébként, hogy mennyire megosztott Európa globális politikai tekintetben, és mennyire lesz ez hatással a mi mindennapi életünkre? Hát, hogyha csak a legutóbbi szavazást nézzük, Ukrajna majd eljövendő tagságáról, csak a szavazást nézzük, annak alapján úgy néz ki, hogy Európa ebben a kérdésben nagyon is egységes, hogy aztán az egység ez meddig és milyen formában fog kitartani. Ugye egy nagy, nagy ország nagy piacáról beszélünk, az nyilván az elkövetkezendő EP választások függvénye is lesz majd. Gábor? Te is azt gondolod, hogy a választások, azok az EP választások, még ide visszatérünk, ez európai szinten is meghatározhatják a, a háború kimenetelét? Hát igen, ez kulcsfontosságú téma lesz a kampány során, de egy Laci említette, hogy az Európai Unióban ugye Ukrajna Európai Uniós csatlakozásáról szavaztak, nem csak Ukrajna eh, volt terítéken, hanem Moldova, Bosznia, Hercegovina, Szerbia, tehát több olyan ország van, amely ugye eh, az Európai Unióhoz szeretne csatlakozni, csak hát ugye eh, meg kell felelni a kritériumoknak, és hát ugye az egyes országokban is ugye több háború zajlik, illetve van a konfliktusok, eh, gazdaságilag ugye el, nincs el olyan szinten, úgyhogy eh, nagyon eh, hosszadalmasak ezek a folyamatok. Sokkal szeretnének csatlakozni, de az is nagy kérdés, hogy lesz-e még Európai Unió 10-15 év múlva. Szilárd, te mennyire vagy szkeptikus ebben a témakörben? teljes mértékben optimista vagyok, és perspektívnak látom ezt a kérdést. Itt szeretném kihasználni az alkalmat, hogy akár nektek, vagy akár a kedves nézőknek a figyelmébe ajánlom Orbán Viktornak talán két hete mondott egy beszédet a Magyar Külügyi Intézetnek a jubileumán, ahol nagyon pontosan és közérthetően levezette azt, hogy Tisztából tisztában kell lenni azzal, hogy Magyarország nagyságánál, gazdaság erejénél, haderejénél fogva egyáltalán nem abba a ligában játszik, ahol most őt számon tartják. Tehát természetesen ezt már nem ő mondta ki, ezt én teszem hozzá, hogy Orbán Viktor személyében ugye van egy kivételes képességű politikus, aki eh, tud politikát csinálni. Tehát nem vár arra, hogy valaki másra kelljen reagálni, hanem ő az a személyiség, kire reagálniuk kell eh, a többieknek. És ezt láthattak ugye az ukrajnai csatlakozási eh, szavazás, előjátékába is, hogy Orbán Viktor a lehető legtöbbet igyekezett kihozni ebből a helyzetből, amit igazából ő teremtette. Tehát ez egy példája annak, amikor úgy, úgy kerül sor kompromisszumokra, hogy előtte senkinek az eszébe nem jutott, hogy itt valamiféle kompromisszumkötésre kellene, hogy sor kerüljön. Nem kell ezt ugye túlértékelni, mindenképpen ki kell használni az összes lehetőséget, és akkor most egy rövid időre érvényes lesz az, hogy nem érvényes az, hogy ugacsa nem koronáz. Egy nagyon érdekes év van mögöttünk, és vélhetően a 2024-es év is számos izgalmat kínál majd nekünk. Erről és sok minden másról is olvashatnak a Magyar Hét heti labban, a mai SK portálon. Nézzék meg videóinkat, hallgassák meg podcastjeinket, töltsék ki a kvízeket, és tartsák velünk a következő címlapszoriban is. A viszontlátásra!